Kedves testvérek, az Úr Jézus, a mi jó pásztorunk, aki elvezet bennünket az Istenhez, és ez a mai evangéliumi részlet is erre irányítja a figyelmünket, hogy Jézus Krisztus az ajtó, az az ajtó, ami a mennyországra nyit, hiszen az Úr Jézus, mint fiú, a Szent Háromság életéből jön közénk. Az emberiség életének ez a lehető legnagyobb pontja, mondhatjuk azt, az emberiség életének a középpontja, amikor az Isten meglátogatja az embert, amikor a második isteni személy, a fiú megtestesült és belépett az embereknek az életébe. Mert hogy az Isten megváltoztatja a mi életünket. Nem véletlen az sem, hogy mi magyarok a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepét, amikor Jézus megfogan Szűz Mária méhében, ezt a fogalmat használjuk, hogy gyümölcsoltó. Mert hogy az Isten az, aki megnemesít bennünket. Ugye, manapság a fiatalok nem tudom mennyire tudják, talán a felnőttek igen, hogy hogyan is történik a növény nemesítés, bár talán Csaba bácsi itt van és biológia órán tanította őket, hogy egy egyszerű növénynek, egy erőteljes növénynek a szárába beleültetnek olyan nemes rügyet, amely majd kibontakozik, és egészen fává tud nőni. És mi vagyunk az az egyszerű ember, akinek az természetét a Jóisten megváltoztatja, akkor, amikor az Isten fia fölveszi a mi emberi természetünket. Tehát akkor, amikor Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az ajtó, akkor ezzel arra utal, hogy egyedül rajta keresztül juthatunk el a mennyországba. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Vagyis nekünk azt az utat kell követni, amelyet ő mutatott meg számunkra. Rajta kívül nincs üdvesség. És ennek az első feltétele, hogy meg kell őt ismernünk. A juhaim ismernek engem, és én is ismerem a juhokat. Ez az ismeret egészen más, mint amit a világban manapság tapasztalunk. Nem egy felszínes kapcsolat. Az Isten egészen mélyen ismer bennünket, ismeri a gondolatainkat, ismeri a szándékunkat, és az Isten egészen személyes kapcsolatban akar velünk lenni, és az ő személyes törődéséről biztosít. Keleten, akkor, amikor őrzik a pásztorok a juhot, a nyájat, akkor a pásztor elől megy, és a nyáj követi őt. És akkor, amikor este visszatérnek az akkorba, akkor a jó pásztor mindegyik juhát egyenként megtapogatja, megnézi, hogy van-e rajta valamilyen sérülés, vagy nincs. Amelyiknek sérülése van, az külön teszi, az egészségeseket pedig beengedi az akkorba. Majd utána ellátja a betegeket. Körmény, stb. A különböző bogáncsok, rovaroktól megtisztítja őket, és így engedi vissza a többiek közé. Mindez arra akar utalni, hogy az Isten ilyen egészen személyes módon találkozik velünk, mindegyikünknek az életében vannak nehézségek, vannak gondok, de ugyanakkor beszélhetünk arról is, hogy az Istennek vannak személyes csodái. Mégpedig ahogyan én szólítom meg a Jóistent, úgy senki más. Ha én kérek valamit a Jóistentől, az senki másképpen kér. És ugyanígy megtapasztalhatjuk azt, amikor mi az Isten elé tárunk valamit, akár vágyunkat, akár kérésünket, hogy az Isten hogyan válaszol rá. És ezt nevezzük személyes csodának, amit a többiek nem tudnak, de én tudom, hogy én ezt kértem a Jóistentől, és ő figyelt rám. Érdemes megjegyezni a kéréseinket, hogy mi az, amit én tényleg igazán kérek az Istentől, és az Isten hogyan válaszol erre.
Aztán akkor, amikor az Úr Jézus beszél az eltévedt bárányról, akkor azt is föltárja előttünk, hogy a jó pásztor utána megy az elveszett báránynak. Ott hagyja a 99-et azért, hogy megkeresse az eltévedettet. Vagyis az Úristen ilyen egészen közel akar hozzánk jönni, amikor távol járunk tőle, akkor az Isten keres bennünket. Mondhatjuk, hogy az Isten ilyen emberkereső Isten, aki, ha távol is vagyunk a Jóistentől, ő akkor is vágyik arra, hogy közel kerüljünk hozzá.